Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. A címben nem túloztam, amikor balkáni úthálozatról beszéltem a soproni régióban. Erről a régióról Magyarországon belül valószínűleg a legtöbb embernek az jutna az eszébe, hogy egy kiválóan fejlett régió. Ez bizonyos értelemben gazdasági szempontból, és azért, mert a soproni munkavállalók egy jelentős része már a szomszédos Ausztriában dolgozik, talán igaz is lehet, ugyanakkor a közutak országos átlaghoz képest is valóban balkáni állapotokat mutatnak. Egyszerűen döbbenetes és méltatlan a helyzet, és egy nagyon pici adalékot szolgáltatnék ehhez, amelyet a soproni régióban képviselőjelöltként a településeket járva tapasztaltam, mégpedig az egyik kisebb település polgármesterével beszéltem, és megkérdezte tőlem, hogy Brenner úr mit gondol, mikor újították föl a településre vezető közutat legutóbb teljes körben. És én hátradőlve mondtam egy évszámot, 1975. És a polgármester úr teljesen le volt döbbenve, hogy Jézus Mária, Brenner úr, ezt ön honnan tudja, 1973-ban volt ez a felújítás. Ráadásul néhány adatot azért idéznék a Magyar Közút ZRT vonatkozó jelentéséből, hogy ne csak ilyen retorikai elemekkel érzékeltessem a balkáni úthálózatot a soproni régióban, hanem hogy száraz tényekkel is alátámasztom a mondani valómat. Tehát a megyei utaknak az egyenetlenségi mutatója 253 kilométeres szakaszon nem megfelelő, és 573 kilométeren pedig rossz minősítést kapott a Magyar Közút ZRT legutolsó vonatkozó jelentése szerint. Ez nagyon-nagyon komoly problémát jelent az emberek mindennapjaiban, hiszen az átlaghoz képest ezeknek a mellékutaknak a forgalmi terhelése az országos átlaghoz képest kiemelkedően magasnak tekinthető, pontosan azért is egyébként, mert hogy mindenki átjár Ausztriába dolgozni, tehát minden nap mindenkinek be kell ülnie általában a jeepjébe, és nem azért vásárolnak jeepeket, általában időskorú jeepeket az emberek, mert olyan jómódúak, hanem azért, mert különben nem tudnak eljutni a saját településekre úgy, hogy ne szenvedjenek tengelytörést. 70 milliárd forintból a teljes régió összes közútját azonnal fel lehetett volna újítani, tisztelt képviselőtársaim, ha meg lett volna az ide vonatkozó politikai szándék, és ezeket a pénzeket nem a rendszer szintű korrupció, vagy pedig az érdemtelen támogatásokra használták föl volna fel a helyi kormánypárti vezetők. Én tisztában vagyok azzal, hogy főleg Európai Uniós támogatásból ütemezetten valóban megkezdődött az utolsó időszakban, az utolsó hónapokban ezeknek a közutaknak a felújítása. Ugyanakkor azt gondolom, hogy itt nagyon komoly késésben vagyunk, és nagyon-nagyon megérdemelné végre a magyarországi régió, hogy nagyon gyorsan ez a soproni régió végre olyan közutakon közlekedhessen, amely valóban megfelel a 21. századnak, és nem egy balkáni úthálózaton. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen, képviselő úr, tisztelt országgyűlés!